Tehát a mai napon egy nagyon hasznos és nagyértékű beruházásnak az átadásának vagyunk szemtanúi, hiszen a szabadfajak nagy örömére szolgál az, hogy egy 24 millió értékű szellőztető, klímahűtő és hűtőberendezést tudunk átadni egy sportcsarnok termében használatra. Azt gondolom, hogy hasznos, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt rá ugye például ilyen nagymértékű beruházással, beruházásokat végez Szabadka önkormányzata. Mindaz mellett megköszönném Szerb Köztársaság kormányának, aki 20 millió dinárral támogatta ezt a beruházást, illetve Szabadka város önkormányzata, aki 4 millió dinárral támogatta a beruházást, illetve ennek az értékét pedig az állami forgalmi adóra fektettük. Az elkövetkező időszakban, mint ahhoz híven, ahogy az önkormányzati képviselők és vezetőség is nyilatkozott, rengeteg sportpálya felújítása vár még ránk. Amint az idő megengedi, Palicson a palicsi sportpályáknak a felújítását kezdjük meg, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a május első ünnepeket esetleg úgy tudjuk már bevárni, hogy azok, akik a szabad idejüket a sportpályákon és Palicson töltsék, még jobban tudják kihasználni ezt a lehetőséget. És jelenleg folyamatban van a minisztérium által két közbeszerzés is, amely a városi stadion atlétikai pályának új burkolatára lesz fordítva, illetve ezeknek a pénzeszközöknek az összege. Azt gondolom, hogy még egy szemtanúi lehetnek a szabadkaiak, annak ha évekre visszamenőleg megtekintjük, hogy a Sétárdi medence is új balont kapott, azután ugye a reflektorok átadásra kerültek, most a klimatizáció, illetve a hűtőrendezést adjuk át, az atlétikai pálya felújítása, és ehhez kapcsolódnak még azok a kisebb mértékű, de nem jelentéktelen beruházások, amelyek különböző sportpályák felújítását foglalják magukba, akár a Május Első utcában, vagy pedig a különböző iskolákba, ahol sportpályákat újítottunk fel. Ez az építkezés egy nagyon érdekes történet. Tehát magában a község már úgy hirdette meg a pályázatot, hogy kulcsra készen. Ez azt jelenti, hogy nem volt terv, meg volt, hogy mit kérnek, és ezt kínáltuk meg. Ez valamikor október végén volt, november elején. Sok probléma adódott a kivitelezés során, tehát látjuk, hogy ebben a sportcsarnokban csak a falakat lehet, meg az oszlopokat lehet használni, ahogy felakasztjuk ezeket a berendezéseket. Gyakorlatilag 8 tonna lemezkanál is van fölépítve, egy 7 tonna acélszerkezetet építettünk be, és ez nagyon nagy problémát jelentett gyakorlatilag az elérhetősége, tehát a csúcsába kellett menni az épületnek, ezt sajnos nem lehet mechanizációval megközelíteni, úgyhogy különböző megoldásokat csináltunk, hogy ez dolgozzon. Itten a 400 kW-os minden hőpumpa adja a hőforrást, illetve a hűtésre az energiát, 60 ezer köbméteres klímakamránk van. Mit jelent a klímakamra? Azt, ami a legnagyobb benefitje ennek a beruházásnak, hogy ebbe a sportcsarnokba minőségi levegőt fogunk kapni, tehát nem elhasznált levegőt, és azt, hogy ez a levegő a számításunk szerint körülbelül 10 fokkal lesz, delta hőmérséklet 10 fok lesz, tehát a kint 38 fok lesz, mi 28 fokot szeretnénk elérni. Tehát erre van tervezve, ezt a nyár majd bebizonyítja, hogy jól dolgoztunk-e. Tehát ez a beruházásnak egy fázisa, tehát még itt egy kis finomításra lesz szükség, de ez a következő fázisban lesz valószínűleg megvalósítva. Gondolom, hogy sikeres volt az együttműködés úgy az önkormányzattal, úgy a stadion közvállalattal, mert ez az építkezés alatt az edzések és az edzések dolgoztak, és a rendezvények is meg lettek tartva, úgyhogy köszönök mindenkinek a közreműködését.